borongos idő ellenére szép számú szurkoló várt a csapatokra szombat délután a Wittmann Parkban. A Futura Moson-Magyaróvár a múlt heti pehes idegenbeli vereség után újra a győzelem megszerzését tűzte ki célul. Az első 20 percben nem forogtak a kapuk veszélyben, mezőny munka folyt, mindkét csapat kiválóan védekezett. A 22. percben aztán az első igazi felépített támadásunk végén Darás Péter kiválóan passzolt a védők gyűrűjében érkező Simon András elé, aki a kilépő kapus mellett laposan helyezett a kapuk közepébe. Egy gól után úgy tűnt, hogy megnyugodhatunk, ám a 33. percben a gólpasszt adó ifjú középpályásunk átadását ezúttal lefülelte a vendég csatár, Moiser így a védőink közül tempó előnyben kitörve vezethette a labdát kapura, és a 16-os vonaláról nagyon magabiztosan lőtte el a labdát Boros mellett. Kiegyenlítettek a vendégek 1-1. A szünetig már nem esett több gól, és a fordulás után úgy tűnt, hogy nem is fog. Óriásit küzdött mindkét csapat, de továbbra sem voltak a kapuk veszélyben. A 79. percben aztán a pálya bal oldaláról hajós labdája Simon András elé került, aki még estében a kapus alatt a kapuba tudta passzolni azt. Nem volt egy csoda gól, ám mégis életbevágó találat volt. Újra vezettünk, 2-1. Két perccel a vége előtt aztán a kegyelemdöfést is bevitte a Moson-Magyaróvár. Egy nagyszerű összjáték után megint Darás volt az előkészítő, aki hajszál pontosan passzolt a támadáshoz felzárkózó jobb hátvéd Horváth Ádám elé, aki igazítás nélkül bombázta a labdát a jobb felső sarokba. Így végül megérdemelten 3-1-re nyert a csapat a roppant szimpatikusan játszó Diósd ellen. Sportszerűen értékelte a találkozót Miskei Attila, a vendégek edzője. Megpróbáltuk megnehezíteni a Moson-Magyaróvári csapat dolgát. Tavasszal azért ez a csapat egy egész más arcát mutatja. Szervezetek voltunk, próbáltunk felkészülni a játékából. Én úgy gondolom, hogy helyek közeles sikerült, sajnos ott kényszerű cserék miatt megbomlottunk, és ez 3-1-es vereséget eredményezett. Örömmel fogadta csapata újabb győzelmét Tiva Zoltán. Nagyon szervezett ellenfél ellen sikerült győznünk. Lezárták a területeket, nem nagyon tudtunk mögéjük kerülni, kevés helyzetet tudtunk kialakítani. Hát aztán a Tibi becserélésével ez is változott. A Molnár Tibi nagyon jól jött be, meg tudtuk húzgálni őket. Tehát már mind a két oldal járt. Én úgy gondolom, felőröltük az ellenfelet. A mérkőzésen két gólt szerző Simon Andrásnak is volt oka az elégedettségre. Nagyon jó labdát kaptam mind a kettőnél, úgyhogy nem volt nehéz dolgom. Az elsőnél kellett kicsit beállnom a védőnek, aztán onnan már könnyű dolgom volt elpasszolni a kapus mellett.